A kormányzó pártjelöltje és volt minisztere Mohamed Bazoum nyerte a nigériai elnökválasztás első fordulóját, jelentette be szombaton a választási bizottság elnöke. Mivel az első fordulóban egyetlen jelölt sem tudta megszerezni a szavazatok 50%-át, a két legtöbb szavazatot kapott jelöltnek újra meg kell küzdenie egymással a február 21-i második fordulóban. Mohamed Bazoum 1.879.543 szavazat, vagyis majdnem 40%. Az ellenzék jelöltje Osman Maman 811.838 szavazat, vagyis majdnem 17%. Ez az első szabad választás az 1960-ban Franciaországtól függetlenné váló nyugat-afrikai országban. A 23 millió lakosból 7,4 millió a regisztrált választópolgárok száma. Az első fordulóban a részvételi arány majdnem 70%-os volt, azaz 5,2 millióan voksoltak.